Jó? A következő témakör, amivel eredetileg egyébként kezdeni akartam ezt a kiegészítő funkciókat, de aztán rájöttem, hogy az SSH is, meg a kimenő levelezés is nagyon praktikus, hogyha ismert, mielőtt ebbe belekezdünk. Ez pedig az időzített parancsok funkciója és használata. Az a helyzet, hogy a Unix rendszereknél, meg úgy általában mindenféle ilyen számítógépes rendszereknél van egy csomó ilyen házkörű teendő, amit időről időre el kell látni. Ilyen tipikus feladatok az, hogy azok, hogy megnézzük, hogy az alrendszereink, a különböző erőforrásaink milyen állapotban vannak, indexeket generálunk valamilyen keresési adatbázishoz, napló fájlokat forgatunk és tömörítünk, és egy csomó ilyen hasonló funkció, amelyeket időről időre, meghatározott időnként el kell végeznünk, és ennek a funkciónak az ellátására a Unix rendszereken tipikusan egy kvázi szabvány megoldást szoktak használni, erről szeretnénk most beszélni. Először is, miért, miket akarunk időzítve futtatni? Nézzük csak, mi az, amit nem mondtam el. Futnak-e a szoftverek, működnek-e? Ja igen, a futás meg a működőképesség, ezt szeretném külön választani, hogyha később esetleg elfelejteném. Az egy dolog, hogy fut mondjuk egy LDAP szerver, az meg egy másik dolog, hogy le lehet róla kérdezni adatokat. Hogyha le akarom ellenőrizni, hogy valóban használható egy rendszer, akkor nem elegendő az, hogyha megnézem, hogy a TCP porton figyele valami, meg hogyha az adott processz fut, hanem konkrétan olyan ellenőrző pluginokat kell mindig írnom, majd meglátjátok, hogy Nagios-ban is ezt fogom javasolni, amely tényleg belekérdez abba a szerverbe, és valódi lekérdezést végez. Például egy LDAP szerver esetében lekérdez egy objektumot, egy SQL szerver esetében csinál egy kantot, vagy akármi. Okay. A következő erőforrások kihasználtságát le lehet kérdezni időnként. Erre egyébként azért mondok majd egy kicsit praktikusabb megoldást is később. A következő frissítések. Nyilván, hogyha azt akarom, hogy ne kerülje el a figyelmemet semmilyen frissítés, akkor ezt is időnként meg kell csinálni egy APT-get, update-et a háttérben, és hogyha van valami teendő, akkor mondjuk nem baj, hogyha a rendszer ír egy levelet a rendszergazdának. A következő biztonsági ellenőrzéseket lehet végezni, RAID tömbök állapotát lekérdezni, és még azt hiszem egyébként, ami a leginkább triviális, az, hogy naplókat kell forgatni, tömöríteni, elemezni, rendszeres mentéseket végezni. Egyébként az a helyzet, hogy amikről itt beszélek, azoknak a legnagyobb része viszonylag triviális, és így józan paraszt észre belátható, viszont az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés ember csinálja meg mindet a előírásoknak megfelelően. Úgyhogy szeretném, hogyha majd, amikor rendszert telepítetek, akkor majd visszagondolnátok erre a tanfolyamra, és beállítanátok minden szolgáltatást, amire szükség van, és amit én elmondtam itt, hogy meg kell csinálni a logforgatással kapcsolatban, meg a rendszeres mentéssel, meg ilyesmi, azokat meg is csinálnátok. Egyébként a logforgatással kapcsolatban még most el nem felejtem, vannak olyan speciális esetek, amikor bizonyos naplófájlok azok nem a szabványos helyre mennek, például, hogyha van egy több virtuál hostot tartalmazó web szerverünk, akkor elég gyakori az, hogy nem a var per log per apacs alá logolunk, hanem mondjuk az alatt tartalékfájlokat hozunk létre a különböző virtuális doméneknek. És az access log, meg a access log, meg a error log az ott a könyvtárak alatt fog keletkezni, és hogyha nem figyelünk oda, akkor a logforgatásnál nem forgatjuk azokat a logokat, és meg fog telni a diszk. Jó? Tehát az ilyenekre is érdemes odafigyelni, és akkor menjünk tovább, rendszeres mentések és egyéb időszakos teendők. Ezekre jó az időzített futtatás. Nézzük, hogy milyen megoldásokat lehet erre használni. Hát lényegében a kvázi szabvány ebben az esetben a cron. Erről fogunk most elsősorban beszélni. Ez lényegében egy olyan szolgáltatás, egy olyan szerver, amely a rendszer indulásakor elindul, folyamatosan fut a gépen, és az általunk megadott időnk közönként szépen le fog futtatni általunk megadott parancsokat. Egy szerveren egyébként elégséges ez az információ. Abban az esetben, hogyha nekünk valami olyan gépünk van, ami nem megy folyamatosan, például nem megy a nap 24 órájában, vagy nem megy
a hét mind a hét napján, abban az esetben lehet praktikus az anakron használata, ami annyiban különbözik a krontól, hogy amíg a kronnál nekünk egészen konkrétan, precízen megadott időpontokra vannak beállítva feladataink, például minden nap 3 óra 50, addig az anakron esetében azt megmondjuk, hogy mikor kellene lefutnia, de ha éppen ki van kapcsolva a gép, akkor amikor később bekapcsolom majd a gépet, akkor a rendszer észreveszi, hogy egy bizonyos időzített folyamat nem tudott lefutni, és akkor azt le fogja futtatni akkor, amikor bekapcsoljuk. Ennek megvan az előnye, de egyébként van hátránya is. Az előnye az, hogy lefut akkor is, hogyha közben nem volt elérhető a rendszer. A hátránya az, hogy nem az általunk megadott időzített pillanatban fut le, hanem akkor, amikor tud. És ez mondjuk bizonyos folyamatoknál nagyon kínos problémákat tud okozni. Hogyha valaki látott már igazi nagyvállalati rendszereket, én dolgoztam pár évig a Magyar Telekomnál, és ott bizony az volt, hogy egy-egy ilyen időzített job, a job az igazából becenéve erre, az egy ilyen rendszereken átívelő valami volt. Elindult onnan, hogy az SAP-sok évfélkor elkezdtek egy nagy adatfeldolgozást, abból jöttek ki adatok, azokat egy másik rendszer feldolgozta, 2 óra fele azok az adatok előálltak, akkor azokat át lehetett adni a nem tudom hová, azok frissítettek valami adatbázisokat az LDAP-ban, abból kijöttek adatok, és akkor 3 óra 30-kor át lehetett adni vissza a nem tudom milyen rendszernek. Tehát egy ilyen összetett rendszerben egyáltalán nem elfogadható az a hozzáállás, hogy majd lefut, amikor tud. Nem állnak rendelkezésre azok az adatok, aminek kellene, hogy működjön az egész. Úgyhogy szerveren az anakronnak nincsen különösebben nagy jelentősége. Én azt mondom, hogy ha alapvetően fel van egyébként telepítve, hogyha feltelepítetek egy szervert, akkor rajta lesz a kron is, meg az anakron is, és nyilván örülünk neki, hogy rajta van, de egy jól működő szerver az általában 7x24-ben megy, és ezért aztán igazából szerencsére nem nagyon kell nekünk ezzel törődni. Elsősorban a kronnal fogok foglalkozni. Nagyon fontos információ, hogy a kron egy olyan szerver, ami az általános szerverekkel ellentétben egy nagyon magas jogosultságot igényel. Addig, amíg mondjuk egy webszervernek ma már elegendő egy HTTP vagy www data vagy valami hasonló felhasználó, és az annak a vonatkozó jogosultságai, addig a cron folyamatai azok tipikusan rendszergazdaként kell, hogy elinduljanak, mert akár az ilyen rendszergazdák által végzendő ilyen házkörüli munkákhoz, akár hogyha egy felhasználóként akar elindítani egy processzt, minden esetben szüksége van a root jogosultságra. Tehát a cron az egy nagyon-nagyon veszélyes szoftver, és hogyha a támadónak sikerül rávenni a cront arra, hogy valami olyat hajtson végre, ami csúnya dolog, akkor azzal lényegében admin szinten feltörte a rendszert. Ezért aztán vannak más megvalósítások. A Wixi az egy ilyen, az egy konkrét megvalósítása ennek a cron szoftvernek. Ennek egyébként van számos más megvalósítása is, amelyeket mondjuk kifejezetten azért leegyszerűsítettek, hogy a biztonságot jobban szem előtt tudják tartani, de egyébként általában azt kell mondjam, hogy a Wixi cron az egy meglehetősen biztonságos, tehát igazából megfelelően használható rendszer. Vannak egyébként kicsit más irányú megoldások, van ahol a cron és az anacron össze van vonva, van ahol ilyen logrotate funkcionalitás is bele van barkácsolva. Nyilván vannak olyan fejlesztők, akik így kitalálják a fejükbe, hogy ez itt sokkal jobb lenne, és akkor azt ők megcsinálják. Én most a kvázi szabványról fogok beszélni. Ha ti mástól átvesztek egy rendszert, akkor tipikusan Wixi-cronnal fogtok találkozni. Ahogy az első alkalommal szó volt róla, honnan tudnék információt szerezni arra, hogy hogy működik a cron, hogy kell beállítani? Hát nyilván megnézem a manpage-ét. Az első dolog az az, hogy ha úgy általában szeretnék beszélni a cronról, akkor a legelső dolog az lesz, hogy hogy néz ki egy általános beállítás sor. Az pedig úgy néz ki, hogy van az elején 5 tag, 5, utána opcionálisan van benne még egy tag, ez a felhasználó név, és utána a legutolsó, a 7. vagy 6., attól függ, hogy milyen rendszerről van szó, azt pedig meg fogja nekünk adni, hogy mit kell végrehajtani. Az első 5 tag, az nagyon hasonlóan működik, mindegyik egy-egy időpontra utal,
Annyit egyébként el kell mondanom, hogy a Kron az percenként tud időzíteni. Tehát legalábbis a Bixi Kron nem lehet vele ettől sűrűbb időzített folyamatokat végrehajtani. Én nekem eddig egyébként nem is volt ez semmi esetben praktikus. Hogyha valaki ettől sűrűbben akar végrehajtani valamit, akkor az általában egy démon szokott írni rá. Na mindegy, szóval percenként lehet időzíteni. Ehhez idomulva az első ilyen beállító oszlop, vagy mező, az úgy néz ki, hogy meg lehet adnom a perc értékeket, meg lehet adnom az óra értékeket, aztán itt egy kicsit olyan, talán nehezen értelmezhető a hónap, az azt jelenti, hogy a hónap a napja, a következő rész az a hónap, tehát az évnek a hónapja, és utána a hét nap az pedig megadja, hogy a héten belül melyik napon. Ezzel az öt mezővel a gyakorlat azt mutatja, hogy lényegében mindenféle igénynek meg lehet felelni. Minden egyes mező helyén, ja, nézzük meg, hogy is néz ez ki. Azt gondolom, hogy ez mind teljesen triviális, egyedül a hét nap az, ami egy kicsit érdekes, hogy nullától kezdődik a számozás, és a nulladik a vasárnap. Hát egyébként ez ilyen angol száz hozzáállást tükröz. Na most hogy néznek ki ezek a mezők? Egyesével nézzük most már őket. Mindegyik mező úgy néz ki, hogy lehet ott egy csillag, vagy lehet ott valamilyen a minden. Ja igen, a csillag az azt jelenti, hogy minden. Hogyha mondjuk az óra helyén az van, hogy csillag, akkor az azt jelenti, hogy minden egyes órában. Hogyha a perc helyén az van, hogy csillag, akkor az azt jelenti, hogy minden egyes percben. Akkor most már azt megmondhatjuk, hogy ha az van az egész időzítés beállításnál, hogy csillag, szóköz, csillag, szóköz, csillag, szóköz, csillag, szóköz, csillag, tehát öt darab csillag, az azt jelenti, hogy minden percben. Oké. Nézzük a következő lehetőséget. Hogyha egy ilyen pozícióban egy szám áll, akkor az azt jelenti, hogy az annak a pozíciónak megfelelő szám. A legegyszerűbb, amit még hozzá kell tennem, hogy vesszővel elválasztva fel lehet sorolni több számot is. Például, hogyha az első oszlopban az van, hogy 30 vesző 0, tehát 0 vesző 30, akkor az azt jelenti, hogy egész órakor és félkor fog végrehajtódni az a bizonyos dolog a többi mezőtől függően. Tehát, hogyha az van, hogy 0 vesző 30 szóköz csillag, 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 akkor az azt jelenti, hogy mindig egész és 30-kor. Itt, amíg eszemben van, szeretném elmondani, hogy vigyázzatok arra, hogyha időzített folyamatokat ütemeztek, hogy nagyon sokszor van az, hogy az ember nem figyel oda, és mondjuk a percmezőben mindig ugyanazt írja. Itt azt írja az időzített folyamatoknak, hogy nulla. Az azt jelenti, hogy minden órában nulla perckor el fog indulni az időzített folyamat, amivel az a baj, hogyha van nektek a krontagotokban 35 darab időzített folyamat, akkor mind pont nullakor fog elindulni, és így rettenetesen túlterhelve arra a két percre a gépet, amikor pont minden akar indulni. Tehát az ilyesmire nekünk oda kell figyelnünk, hogy próbáljuk meg egy picit elosztani a terhelést. Oké, tehát veszővel felsorolhatunk számokat. A következő praktikus funkció, hogy lehet azt mondani, hogy csillag per valami, az azt jelenti, hogy például perc helyén csillag per 5, az azt jelenti, hogy 5 percenként. Óra helyén csillag per 2, az minden második órában, és így tovább. Jó? Ja, és meg lehet adni kötőjellel intervallumokat, és egyébként ezeknek az összes kombinációját veszővel felsorolva. Tehát például mondhatom azt, hogy a hét napjainak a helyén azt mondom, hogy egy kötőjel 5, az azt jelenti, hogy a hétköznapokon. Hogyha az óráknál azt mondom, hogy 0 vesző 2 vesző 4 vesző 3 kötőjel 16, akkor az ugye talán nem kell elmondanom, hogy mit jelent. Ezeket szépen rendre felsorolom. Oké. Van itt két darab példa. Ezek eléggé életszerű példák. 3 óra 42 perckor minden nap csinálok egy MySQL backupot. Ugye? Tehát ez a két sor, ez ugye egyben értelmezhető. Itt van az 5 darab időzítőtag. Van utána egy felhasználó név megadva, és utána pedig egy program, amit le kell futtatni. Ennek a programnak lehetnek paraméterei is. Tehát lényegében minden, ami a időzített és a esetlegesen megadható felhasználó név után van, az már lényegében a lefuttatandó program paramétereivel felsorol. A következő
minden hétköznap 19 óra 30 perckor lefuttatom a Squid nevű webcastnek a logelemző szoftverét, és megnézi, hogy aznap éppen a felhasználók mennyit neveztek. Oké? Okay. Ja, és itt egy másik felhasználót használtam. Ez nyilván, hogyha úgy állítom be a jogosultságokat, akkor lehetőség szerint nem kell rootként futtatni semmit. Azt gondolom, hogy mondta a Zahemszki kollega, hogy rootként futtatni minden nagyon veszélyes. Nem szabad rootként használni sem a rendszert. Lehetőség szerint inkább azt kell mondani, hogy sudo és a megfelelő parancs. Arra a parancs kiadására feljogosítom a rendszert, hogy használja az emelt privilégiumokat. Egyébként viszont maradok az egyszerű felhasználó. Következő beállító fájlok. Ebből én elég nagy kavarás van itt. Az az igazság, hogy többféle rendszergazdának többféle megszokása van. Én idefelé még olvasgattam egy kicsit a dokumentációt, és azt tanácsolták, hogy az RTC-per prontabot azt lehetőség szerint ne szerkesszük. Lehet, tehát az RTC-per prontab az egy olyan formátumú fájl, mint amit az előzőekben láttunk. 5 darab tag, utána egy felhasználó név, és utána egy lefuttatandó process, és mégis azt javasolja a dokumentáció, hogy ha lehet, akkor abban inkább ne írjunk semmit. Egyébként azt szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem triviális, hogyha átvesztek valakitől egy rendszert, hogy rájönni, hogy pontosan mik futnak azon a gépen. Meg kell nézni azt, hogy a rendszerindítás miatt mik indulnak el, meg kell nézni azt, hogy az egyes démonok miket indítanak el a saját háttérfunkcióik miatt, és meg kell nézni, hogy mik az időzített folyamatok, viszont az időzített folyamatok azok lehetnek az RTC-per prontabban, lehetnek az RTC prompt.d-per, és ott különböző ilyen cronscriptek vannak, és vannak olyanok, hogy RTC-per prompt. Monthly, weekly, daily, hourly, ezek a funkciók, ezek... Jaj, Istenem. Ezt én majd ki fogom törölni. Ez nem így van. Ez itt nem igaz. Itt shell-scriptek vannak. Hiszen mi értelme lenne annak, hogy megadunk időpontot, hogyha megadtuk, hogy ez a weekly vagy a daily könyvtárban van. Úgyhogy elnézést kérek, ez a sor itt kihúzva. Tehát a lényeg az, hogy ezek a kronkötty és azok a bizonyos időmeghatározó névkiegészítők, azok megmondják, hogy ezek a bizonyos processzek, ezek akkor fussanak le, amikor naponta egyszer, hetente egyszer egy bizonyos időpont van. Egyébként, ha a bizonyos időpontra vagyunk kíváncsiak, akkor pont az RTC-per prontabban kell megnéznünk. Hogyha megnézzük az RTC-per prontabot, akkor nézzétek csak meg. Itt pontosan azt látjuk, amit mondtam, nincsen lézermutató, hogy minden óra 17 perc lefutatja az RTC-per prompt hourly-t, minden nap 6 óra 25 perc lefutatja az RTC-per prompt daily-t. Látjátok? Oké. Okay. Itt a végén 7-es van, az azt jelenti, hogy minden vasárnap 6 óra 47 perckor lefuttatja a Krompöty Weekly-t, és így tovább. És utána van egy olyan, hogy minden hónap 1-én 6 óra 52 perckor lefuttatja a Krom Monthly-t. Jó? Na, tehát akkor ezekből shell-scriptek fognak lefutni, és ezek, hogyha trehányak vagyunk, akkor ide is tehetünk ilyen naponta vagy hetente végrehajtandó processzeket. Én azért nem javaslom ezt senkinek, mert pont az előbb megmondott finom hangolás nem valósítható meg. Tehát itt azt mondom, hogy a daily-be beteszek valamit, és lényegében tőlem független, hogy mikor fog lefutni, valaki a rendszer adminisztrátora, mármint úgy értem, hogy aki az operációs rendszeremet karbantartja, az fogja piszkálni, hogy mikor fut le az a napi script, és ez nem jó. Ezért aztán mindenkinek azt javaslom, hogy ezt a bizonyos pontot használja mindenki. Az egy olyan könyvtár, amelyben minden egyes általunk logikusnak vélt csoportosítás szerint minden egyes fájlban ilyen krombejegyzések vannak, és ezek a krombejegyzések, ezek funkciónként belekerülnek egy fájlba, például az adatbázis funkciókat beteszem mondjuk a MariaDB nevű fájlba, és ott van egy backup, van benne egy vákum, van benne egy
újraindexelés, meg amit akartok. Tehát lényegében minden olyan funkció, amit az adott témakörben szeretnétek egybe gyűjteni. És egyébként van a végén még egy dolog, felhasználók számára szintén használható ez a bizonyos cron. Az a helyzet, hogy a felhasználók egy több felhasználós rendszeren időzített beállításokat tehetnek. Én egyébként ezt most elmondom nektek, hogy van ilyen is. A crontab nevű parancsal lehet konfigurálni, crontab minuszkével. A felhasználóként, hogyha ezt elindítom, akkor egy szövegszerkesztő el fogja indítani nekem a crontab szerkesztését, és ott be tudom állítani időzített folyamatokat, de ezt megint csak javaslom mindenkinek, hogy rendszeradminisztráció esetében ezt kerülje ezt a hozzáállást. Hogyha láttok ilyet, akkor beszéljétek le a többi kollégát is róla. Az a tuti, hogyha minél inkább egy helyen tartjuk az összes időzített folyamatot, és az a legjobb helyen az etnicéper prompt-ben van, hogyha oda tesztek ilyen folyamatokat, akkor mindenki ott fogja tudni keresni és találni őket. Egyedül akkor van probléma, amikor átveszünk egy rendszer üzemeltetését mástól, akkor először fel kell derítenünk, hogy ott miket, hogyan csináltak meg, és hát sajnos, mivel nincsen egységes rendszergazdaképzés Magyarországon, még remélem, hogy ez nincsen már sokáig így, de így nincsen olyan szabvány, hogy már pedig neked oda kell írni az időzített folyamatokat, hogy, és innentől kezdve, hogyha az embernek ahhoz van kellene, hát amikor feljön az ETH 0 interface, akkor én ahhoz hozzárendelek az ETC Network Interfaces per az adott interfészhez tartozó app-nál egy scriptet. És akkor derítsd ki, hogy akkor most hogyan működik ez a cucc. Hát így elég ilyen lehet bonyolítani egy rendszer működését. Oké. Okay. Egy borzasztó fontos dolog, hogy a cron scriptek azok nem kapnak semmiféle környezeti beállítást a crontól alapvetően, és azért nagyon sokan esnek abban a hibában, hogy megírnak egy scriptet, amit szeretnének időzíteni, és tökéletesen működik a saját környezetükben. Amikor ti felhasználóként beléptek, akkor biztos emlékeztek rá az előző órákról, egy csomó minden beállításra kerül, a path környezeti változó, language, a home, shell, és így tovább, egy csomó minden olyan beállításra kerül, amire a rendszernek szüksége van, hogy működjön. Például, hogy le akarom futtatni az LS parancsot, és csak beírom a parancsorba, hogy LS, akkor honnan a fenéből tudná szegény rendszer, hogy honnan szedje elő az LS-t? Honnan tudja, hogy van pass környezeti változó. Na most, hogyha valaki megírja a cron scriptjét úgy, hogy az ilyenek nem figyel oda, akkor sajnos az történik, hogy a cronból nem fog jól működni. Nem pont ugyanazt fogja csinálni, mint amit ő parancsorból lefuttatva kap tőle, mert nem ott áll a script induláskor, mint ahol ő elképzelte, és nincsenek beállítva ilyen környezeti paraméterek, úgyhogy nagyon-nagyon praktikus minden egyes cron scriptnél azzal kezdeni a futást, hogy beállítani a szükséges környezeti változókat, és egyébként, ha már ilyen mélyen belemegyünk, akkor nagyon javaslom mindenkinek, hogy használja az ENV programot a megfelelő működés ellenőrzésére. Ha jól emlékszem, a -i paraméterrel azt lehet csinálni, hogy kilőjük a környezeti beállításokat. Tehát, hogyha én beülök mondjuk a perbe, és elindítom a cron scriptemet úgy, hogy env-i, és utána az cron scriptnek a neve, akkor lényegében hasonló szituációba teszem a cron scriptet, mint hogyha nem léptem volna be interaktív shellbe. Ez az env-i, ez kitörli a környezetemet, és innentől kezdve megmutathatja a cron script, hogy úgy is tud működni. Oké? Okay? Tehát, hogyha valaki cron scriptet ír, akkor erre legyen olyan kedves mindig odafigyelni. És pontosan emiatt a cron lehetőséget ad arra, hogy a crontabban beállítsunk környezeti változókat, amit praktikusnak tartok beállítani a path. Aztán van egy mail-to, a cron alapvetően a rootnak küldi a leveleit, hogyha valami nem jól sül el, de ez nem mindig szerencsés. Lehet, hogy szeretnénk hozzávenni más felhasználókat is, nem tudjuk valami miatt átállítani a rootnak az aliaszát, vagy ilyesmi. Ebben az esetben ezzel a bizonyos méltóval meg tudunk adni egy vagy több felhasználót, akinek levelet kell küldeni. A következő az egy kicsit furcsa, nem tudom, hogy Zahi beszélte erről, hogy a lang, tehát a lang környezeti változó, az befolyásolja a parancsoknak a kimenetét. Hogyha
én mondjuk angol környezeti beállítások mellett kiadok egy eles parancsot, eles műsz ellet, az másképp fog kinézni a kimenet, mint hogyha a magyar beállítások mellett teszem. Másképp néznek ki a dátumformátumok, más szöveget ír ki. Abban az esetben, hogyha a sziászképtem arra épít, hogy az egyik parancsnak a kimenetét feldolgozza a másik parancs, ami ugye teljesen természetes dolog, akkor ez a fajta átállítás, ez kifejezetten kellemetlenséget fog nekem okozni. Ezért aztán nagyon praktikus, hogyha mindig explicit módon beállítjuk, hogy angol UTF-8-as karaktereket használunk, innentől kezdve nem kezd el nekünk az eles majd ilyen magyar ékezetes karakterekkel hülyíteni minket. A következő szükség esetén egyéb környezeti változók, például vannak olyan skriptek, mondjuk adatbázis kezelő skriptek, amelyeknél újabb beállítások szükségesek ahhoz, hogy megfelelően tudjuk használni a rendszer, ezt is szintén be lehet állítani. Hogyan lehet elvégezni a beállításokat? Hát felhasználóként, amit ugye rendszerüzemeltetők azok tipikusan nem fognak használni, ez a crontab-e, ekkor van az, hogy a var per spool per crontab per 3 slide ezelőtt volt, var per spool per cron per crontab könyvtárban a felhasználó neve alatt szerkesztjük azt a bizonyos fájlt, de amit adminok tipikusan szoktak, az a valami szövegszerkesztővel az etc per cron d per valamilyen fájlt szerkesztővel. Oké. Okay. És akkor talán most sem a legnagyobb hozzáadott érték. Ez, amit eddig elmondtam, azokat el tudjátok olvasni bármilyen doksiban. A következő dolgok azok viszont a tapasztalataimból jönnek. Egyrészt az elejére már beszéltem, hogyha cronscriptet írtok, akkor figyeljetek oda arra, hogy a könyvtár az nem az lesz, ahonnan ti el szoktátok indítani, nem lesz beállítva a környezeti paraméterek, ezeket mindet explicit módon a cronscript elején be kell állítanunk. A következő, hogyha van egy hosszadalmasan futó cron jobunk, és annak mondjuk időnként, mondjuk óránként el kell indulnia, könnyen elképzelhető, hogy bizonyos terhelés viszonyok mellett nem tud lefutni egy óra alatt. És abban a pillanatban, amikor ráfut egy második, akkor már nagyon könnyen előfordulhat, hogy egy ilyen lavina indul meg, és onnantól kezdve a rendszer az túl fog terhelődni, mert már az első is nagyon nagy terhelés volt, de utána, amikor a második ráindul ugyanarra, óriási adatbázis lekérdezésekkel, meg nagy számlálásokkal, meg ilyesmi, a második már nem fog tudni lefutni, és utána újra és újra indulnak az újabb processzek, és nem fognak tudni lefutni, és meghal a rendszer. Erre nagyon oda kell figyelni. Vannak olyan kiegészítő eszközök, amelyek ügyelnek arra, hogy a cronjobok ne fussanak egymásra. Viszonylag egyszerű megcsinálni azt, hogy egy ilyen kis kiegészítővel, hogyha még nem fut, akkor elindítja, hogyha fut, akkor pedig csak mondjuk ír egy levelet, vagy valami más csinál. Így az egymásra futó jobok azok nem fognak problémát okozni. A következő, hát túl sok értesítés az útnak, erre praktikus olyan megoldást találni, hogy a cron scripteket azokat jó alaposan kell megírni, tudnélik a cron, az nem csak akkor fog levelet írni a rendszergazdának, hogyha valami nem nullával tér vissza, tehát egy nyilvánvaló hiba történt, hanem akkor is, hogyha bármilyen kimenetet ad egy cron script. Ezért aztán nagyon praktikus úgy megírni a cron scripteket, hogy mondjuk egy lokális fájlba folyamatosan logolják, hogy mit csinálnak, és csak akkor írják ki a STD útra, hogyha tényleg baj van. Ezzel el lehet kerülni, hogy felesleges leveleket küldözgessünk a útnak. Ugyanakkor egyébként itt még hozzátenném azt is, hogy az ilyen titokban lefutó időzített folyamatoknál meg lehet azt csinálni, majd később beszélek róla, hogy a felügyeleti rendszer viszont leellenőrzi, hogy az a bizonyos processz az ma lefutott-e és helyesen visszatérte. Ez mondjuk úgy működik, hogy egy Nagios ellenőrző plugin megvizsgálja a logokat és megnézi, hogy benne vannak-e azok a logbejegyzések, aminek benne kell lennie. A következő. Ez egy nagyon vicces. Ebbe pár éve futottunk bele, hogy 3 óra valahány percre volt időzítve egy folyamat, és hát azt tettük észre, hogy nem futott le, és nem bírtunk rájönni, mi az Isten történt. És aztán utána a kis fejvakarás után elgondolkodtunk, és rájöttünk arra, hogy hát pont most volt a napi, vagy a téli-nyári időszámításnak az átváltása, és ezért ma nem volt 3 óra valahány perc. Úgyhogy
az ilyen fontosabb időzített jobokat, azokat nagyon praktikus 3 óra és 4 óra közé nem tenni, vagy 2 és 3 közé. Ebben nem vagyok nagyon, igen, tehát 2 és 3 közé nem szabad oda tenni őket, illetve valójában a szebb megoldás az az, hogyha a rendszernek a rendszer órája GMT, és a local time-ot is GMT-re állítjuk be, hiszen ez egy szerver, ez tipikusan nem szokott problémát okozni, akkor az egész télen-nyári időszámítás mizéri az elkerüli a rendszert. És ettől függetlenül a belépő rendszeradminisztrátornak lehet egy local time-ja, tehát ő meg tudja nézni, hogy mennyi az idő éppen most, ha egyáltalán érdekli, de a lényeg az, hogy nem fog problémát okozni ez az ugrálás. Egyébként lehet, hogy még a kisebbik probléma az, ha nem fut le egy nap valami, de ha kétszer fut le, az még kínosabb. Igen, és a több gépen futó folyamatokról egy picit említettem már nektek korábban, hogy egy komolyabb intézménynél ott bizony előfordul, hogy egy folyamat az tényleg ilyen sok-sok rendszert érintő, óriási, gigantikus valami, és az ilyesmit nagyon praktikus úgy megcsinálni, ezért mondtam előbb el az SSH-t és utána a front, nagyon praktikus úgy megcsinálni, hogyha lehet, hogy egyetlen egy gép van, egy vezérlő gép, aki az egész folyamatot vezérli, mégpedig olyan módon, ahogy elmondtam az SSH-nál, hogy minden egyes munkavégző gépre, ahol neki végre kell hajtani valamilyen folyamatot, oda be kell tudni menni SSH-val, kulccsal, és a kulcson ne legyen passphrase, és akkor meg lehet azt csinálni, hogy egyetlen egy darab shell scriptbe szekvenciálisan le tudom írni azt, hogy most induljon el az, aztán az, aztán az, aztán az. Aki még ezzel letalálkozott, az nem tudja, hogy mennyire kellemetlen tud ez lenni, hogy mondjuk például egy SAP-ban lefutó folyamat, az mondjuk általában leszokott futni 25 perc alatt, de néha másfél óra. És akkor hát kénytelen vagy a következő processzt úgy indítani, hogy egy is 1 óra 40 perc múlva, hiszen néha egy másfél óráig tart az SAP-s probléma. Akkor itt is ugyanez van, hogy van egy tipikus, de van, amikor néha kicsit tovább tart. És így, hogyha egy ilyen 5-10 lépésen keresztüli folyamatot kell összeidőzíteni, akkor lényegében az jön ki, hogy ilyen 6-8 órára szét kell húzni, azért, mert akkor tudom elindítani az egyik folyamatot, amikor már biztosan lezárult a másik. Hogyha egy darab shell scriptbe lenne leírva, és szekvenciálisan tudnám elindítani a teljesen különböző alrendszereken ezeket a futó folyamatokat, akkor meg lehet azt csinálni, hogy napi szinten általában 2 óra alatt lefut az egész szekvencia, néha, amikor baj van, vagy amikor mondjuk hónap végén nagy a fluktuáció a dolgozók között, és sok a változás, akkor mondjuk lehet, hogy eltart 6 óráig. De tipikusan csak picike az egész. Ez volt az első része az előadásnak. Megkérem tanult kollégámat, hogy nyomjon egy